Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit már pár helyen beharangoztam nektek, és remélem, hogy nagyon vártátok már, annak ellenére, hogy igazából nem tudtátok, hogy mi is történik. Egy kicsit még rekedt vagyok, ugyanis korán reggel veszem fel nektek ezt a videót, hogy időbe ki tudjon menni. A címből ugye ti már tudjátok, hogy az Elf sminkmárkáról lesz szó, amit ki fogok próbálni, és nyilván ti is rengeteg helyen láttátok, hogy külföldön az Elf az egy nagyon-nagyon elterjedt drogériás márka, nagyon jó áraik vannak, és amennyire én a videókat láttam, egyébként tök jó a minősége is. Na de ezt most én is le fogom tesztelni, és az őszinte véleményemet el fogom mondani nektek, hogy miről is van szó, mennyire jó, mennyire éri meg, mennyire nem. Ugyanis Magyarországra is megérkezett az Elf, és én ezzel egy pár hete szembesültem egyébként, amikor otthon voltam Hódmezővásárhelyen, a Müllerbe sétáltunk a drága anyukámmal. Lehet, hogy ez csak nekem újdonság, tehát én nem mondom, hogy most jött, bár szerintem igen, mert eddig még sose láttam. De ha véletlen már régóta lenne és lemaradtam volna róla, vagy esetleg el lennék késve ezzel a videóval, akkor ne haragudjatok, de én még nem láttam Magyarországon senkinél, hogy megcsinálta volna ezt a videót, úgyhogy arra gondoltam, hogy tök jó ötlet ezt megcsinálni és bemutatni nektek, hogy mit lehet kapni. Így Rebeka elindult egy Müllerbe és kitalálta, hogy vásárolni fog annyi cuccot, amivel az egész arcát úgy, ahogy a rendes rutinja van, meg tudja csinálni. Az összes terméknek az ára lent lesz a leírásba, és hogyha szeretnétek bármit megvenni, akkor nyilván tudjátok, hogy hol tudjátok megvenni. Ezen kívül pedig itt van a kis nyuszikás neszeszerem. Tegnap mutattam meg egyébként nektek Insta Story, szerintem amikor ez ki fog menni, akkor tegnap előtt. De a lényeg az, hogy talán ez az egyik kedvencem abból a kis csomagból, amit a Merlinovától kaptam, és most az lesz a feladata, hogy azokat az elfes termékeket, amik a próba után is bejönnek, azokat ebbe fogom belerakni, és remélhetőleg lesz sok olyan, amit tényleg be tudok illeszteni a smink rutinomba. És akkor ezután a kis felvezetés után közelebb is hozlak titeket, és kezdjünk is bele a sminkbe. Itt vannak előttem azok a smink termékek, amiket vettem. Véleményem szerint minden lépésre van nálam termék, aztán lehet, hogy menet közben rájövök, hogy valamit kihagytam. És amit nagyon fontos szerintem itt elmondani, hogy az alapozó színét is úgy választottam ki, hogy csak az üveget néztem meg, és próbáltam arra hagyatkozni, hogy a szemem mennyire működik jól. Semmit nem bontottam ki, semmit nem kentem a kezemre, úgyhogy remélhetőleg semmivel nem hibáztam túl nagyot. Igyekeztem olyan dolgokat venni, amit szerintem ti is szerethettek, semmi túl extrém, semmi túl nem tudom én milyen, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Egyetlen egy dolog van, amit most már kipróbáltam annyira, hogy kibontottam és bevizeztem. Ez a Elfnek a Beauty Blendere, mondjuk így smink szivacsa, az egyik fajta. Ez tűnt ránézésre egyébként a legjobbnak, és szerintem nem hibáztam vele, mert ahogy bevizeztem, egészen jó puha állaga van. Most, ahogy összehasonlítom, lehet, hogy még egy kicsit puhább is, mint a Beauty Blender, úgyhogy ha ez bejön, akkor egy nagyon-nagyon jó kis dupom van nektek sminkszivacs téren. Egyedül ecseteket nem vettem egyébként, tehát ez így kimaradt a körből, de a termékek itt vannak, úgyhogy közelebb is húzom ezt a kis tükröt. Az első lépésünk az nyilván a primer lesz, hidratáló arc primer. Nagyon sokféle primere van az Elfnek, és ezt tartottam a legáltalánosabbnak, úgyhogy ez is lesz az első lépésünk. Ahhoz képest egyébként, hogy drogériás márkáról van szó, tök szép a csomagolása. Kis, egyszerű, de mégis tök szép már. Ha jól látom, akkor működni fog. Kezdek egy pumpával, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Fúj. Hát az illata az, ez közel se jó. Semmi parfümös illata nincsen, csak ilyen, nem tudom. És akkor úgy fogom feltenni, mint bármilyen más primert. Jó kis sűrű állaga van, viszont valamiért úgy érzem, hogy az állaga az állaga. Hát az érzése, ahogy felkenem, nem fog tetszeni. Maga az érzése, hogy az arcomon van, egyébként nem rossz, talán kifejezetten hidratáló is, viszont nem olyan ragacsos, mint ahogy én szeretem. Bőven elég volt ez az egy pumpa.
inkább ilyen csúszós állaga van. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy sokat segít abban, hogy ne mozduljon el az alapozód és egész nap a helyén tartson. És akkor itt van az alapozó, amiből egyébként egészen jó színskála van drogériás alapozóhoz képest. Nem emlékszem pontosan, de van róla felvételem, úgyhogy majd ideírom, hogy hány színárnyalat van belőle. Szép kis mattított üvegcsomagolás, egyszerű kis fekete kupakkal. Ezt is jól felrázom. Egyébként ennek az a neve, hogy Flawless Finish Foundation. Kezdésnek ebből mondjuk két pumpát, mert az új szivacs úgyis nagyon sokat be fog szívni. És ez egyébként az Alabaster szín olajmentes alapozó. Mindjárt meglátjuk, hogy mit tud. Nagyon tetszik ez a szivacs, úgyhogy remélem, hogy nem okoz csalódást. Lehet, hogy változtatok az eredeti értékelésemen, és a szivacsot mégsem szeretem. Nem tudom, hogy most a primer miatt, az alapozó miatt, vagy a szivacs miatt nem tetszik az alapozó, de olyan van is fedése, meg nincs is. A szivacs egyébként megette a két pumpát, tehát a fél arcomra volt elég két pumpa alapozó, úgyhogy arra jutottam, hogy kinyomok még kettőt, és előveszem beauty blenderemet magam mellől, és a másik oldalát az arcomnak ezzel fogom megcsinálni. Az illata egyébként egész kellemes, kicsit krémes, nagyon picit parfümös, egyébként tök jó érzés az arcon, és ha megnézitek, akkor szerintem már a Beauty Blenderrel sokkal jobb eredményt tudtam elérni egy rétegben. Viszont, mivel én inkább azért a full fedést szeretem, ezért átmegyek rajta még egy réteggel, mind a két oldalt a saját kis szivacskájával, mármint az oldalamnak a saját szivacsával, és utána folytatjuk. Egyébként sok mindenről tehet szerintem a primer, viszont nekem Beauty Blenderrel sokkal jobban tetszik, és még egy valami, ami megint csak szerintem a primer hibája, de ezt is ki fogom majd deríteni, hogy iszonyatosan csillog az alapozó, és ha bár úgyis le fogom mattítani púderrel, jobban szeretem, hogyha nem ennyire fényes egy alapozó. Úgyhogy igen, ami miatt nem tetszik ez a szivacs, hogy minden egyes nyomással, ahogy ráhelyezem az arcomra, kis lyukacskákat hagy, tehát nem engedi az alapozót egyenletesen elsimulni az arcomon, mint a Beauty Blender, hanem ilyen kis foltokat hagy az arcomon. Úgyhogy átmegyek ezzel gyorsan a másik oldalán is az arcomnak, hogy valami egységes végeredményt tudjak készíteni. A szemem alatti kis ráncba, redőbe egyébként már beleült az alapozó, úgyhogy... De volt már rosszabb is, ugyanígy az alapozó színével, egy kicsit talán világosabb, mint kellene, de ezen tudunk javítani, úgyhogy... E felett elsiklunk. A következő az a korrektor lesz. Körülbelül ugyanaz a csomagolás, mint az alapozónál. Egy tipikus kis rúzs applikátor fejjel. HD Lifting Concealer. Hát lássuk. Megigazítom a Beauty Blenderrel a szemem alatti részt, mert attól tartok, hogy anélkül katasztrófa lenne. És akkor ugyanazokra a helyekre, ugyanúgy, ahogy egyébként csinálnám, felviszem a korrektort, ami egyébként totál sötét. Legalábbis ahhoz képest, ahogy én szeretem, és alig lehet felvenni az applikátorra valamit. Ez hogy van, hogy ennél nem volt világosabb? Tehát mi van azokkal, akik hófehérek? Az biztos, hogy egy örökké valóság felvinni ennyi korrektort ezzel az applikátorral. Az illata egyébként nagyon hasonló, mint az alapozóé. A fedése egyébként egész jó, de ez, ahogy csillogok... Hát ez szörnyű.
Hogy nézek ki? Szerintem egyébként ez az, ami totálisan a primer miatt van. És ezért van egyébként, hogy nagyon sokan nem szeretitek a primert, mert nem tudtátok, hogy miért kell venni, azt hittétek, hogy egy hidratáló primer bármilyen márkától tök jó lesz, de látjátok, hogy nem jó, mert hiába matt az alapozó, nem fog mattul kinézni rajtad, amikor ilyen primer van rajtad. És mivel nem találtam normális kontúr palettát, csak krémes kontúrt, ezért a következő lépésünk az a krém kontúr lesz, amit egyébként kifejezetten nem szeretek. Tipikus matt, fekete paletta, háromféle barnával és egy kicsit világosabb színnel. A világosabb, veszek egy kis lapos, egyébként alapozó ecsetet, de én most kontúr ecsetnek fogom használni. És először a legvilágosabb színnel, tehát ezzel fogok kezdeni. És felhelyezem arra a részre, ahol egyébként kontúroznék, semmi illata. És már most tudom, hogy nagyon fog hiányozni a por, kontúr és bronzer. Hát volt már szebb az orrkontúrom, mit ne mondjak. Ott van még amúgy, vagy eltűnt teljesen? Veszek egy kicsit, tényleg kicsit a legsötétebből is, mert nem túlságosan érzékelem, hogy bármi ott lenne. Na, hát ez lenne a kontúrozás utáni állapot. Nem tudom, hogy használt valamit, vagy nem. Majd kicsit talán látszik. Az a baj, hogy annyira csillogok, hogy nem látom, hogy mi történik. De a következő lépésünk végre a púderozás lesz. Púderezés, púderozás, igen. Nagyon kis aranyos fólia van rajta, amit mivel nem tesznek rá fület, lehetetlen kibontani. Ezért... Ja, van rajta fül, ami ugyanúgy oda van ragasztva. Viszont el lehet fordítani a kis fület rajta, hogy ne menjen mindenfele a púdered. Ó, és tök könnyen kijön belőle a púder, ami egyébként nagyon ritka. Úgy érzem, hogy csak a beauty blenderembe bízhatok, így azzal szépen fixálom igazából az egész arcomat. Valamilyen szinten örülök neki, hogy végre nem csillogok, és le vagyok fixálva, viszont annak nem örülök, hogy van, amit látok, és van, amit nem látok. Tehát itt a kis foltjaim, azok tökéletesen látszódnak, a bronzerem, kontúrozásom viszont zéro. És egyébként a púdernek az állaga nagyon laza, tehát amikor fel akarom venni, akkor a nagyja rész az vagy elszáll, vagy nem tudom, mit csinál. Amikor rárakom az arcomra, akkor így, hogy mondjam, nem tapad olyan jól oda, nem olyan jó tömör az állaga. A Catrice-es púdert például, ugyanilyen transzparent púder, mint ez, azt imádom. Nagyon jól lehet ide a szemem alá berakni bakinghez port, nagyon jól lehet vele fixálni, tökéletes. Ez viszont olyan... És a következő lépésünk az legyen egy kis blush paletta. Van benne egy kicsit barackosabb szín, amit én most meg fogok próbálni kontúrnak, vagy valami bronzosítónak használni. Habár egészen barnás színe van, még mindig pirosító, de egy kicsit jobb a helyzet. És akkor a maradék három szín közül pedig ezt a barackosabb árnyalatot választom pirosítónak, amit egyébként, ha jól látok, akkor egy kicsit csillog is. Ezt szerintem ti is láttátok. Nagyon pigmentált, amúgy meglepő. És akkor az arcunkon az utolsó lépés, egy highlighter, ami egyébként nagyon tetszik, úgyhogy remélem, hogy felhelyezve is ennyire szép lesz. Nagyon száraz hatása van, egyáltalán nem krémes. Mm.
nagyon-nagyon lightos. Ez a van is rajtam highlighter, meg nem is kategória. Most befújom egy kicsit. Így nem is olyan rossz. Nyilván nem mindenki szeretne ilyen highlightert mindig. De így egészen szép. De azért vannak olyan alkalmak, amikor ti is szeretnétek egy ilyen brutál highlightert, vagy ennél még durvábbat feltenni. Következő, a szemöldök lesz Look On Liner and Brow Cream. Ez az egy szín van belőle. Tehát medium brown. Ha szőke vagy, ha barna, ha fekete, legyél medium brown, az rossz nem lehet. Az állaga amúgy teljesen rendben van, és egyébként nincsen porállagú szemöldök formázójuk, tehát vagy ilyen tégelyes krémet választasz, vagy ilyen kis palettás krémet, de más nincs. Annyi jutott eszembe erről a szemöldökről, hogy nem jó, de nem is tragikus. Szemhéjpúder bázis, alias primer, Shadow Lock Eyelid Primer. Semmi illata nincsen, ami nem baj. És akkor teljesen rózsaszín. Ez az egy fajta szemhéjbázis volt. Szemhéjbázis, szemhéjpúder bázis. Ez amúgy hasonló, mint a Catrice-es. És akkor egy ilyen lightos kis megérzésből cseles voltam, és a szemhéjpúder paletta, amit vettem, Clay Eyeshadow Palette, Necessary Nudes, ugye a nagyon fontos, nélkülözhetetlen nudok. Egy inimini kis paletta, ahogy látjátok. De segítséggel Highlight Base Lid Crease Line, minden szín megvan benne, és úgy gondoltam, hogy egy próbának ennyi bőven elég lesz, van elég palettám, úgyhogy ha csak nem lesz olyan, hogy azt mondom rá, hogy wow, akkor ennyi elég, és arra is gondoltam, hogy egészen jó áron van, és ha esetleg szeretnél valami kis szemhéjpúdert, de nem szeretnél nagyon drágát, vagy egy darabosat, akkor lehet egy jó megoldás, természetesen, ha működik, de ezt mindjárt ki is derítjük. Tehát a lényeg, hogy ez egy bázis szín, ahogy ugye írta is. Szinte amúgy nem is látod, hogy fent van, de egyébként ott van. És csinálja a dolgát. Először ezzel a line színnel, amit ugye ő azt szeretné, hogy vonalat húzza vele, de én nem fogok vele vonalat húzni. Ide a külső felébe, egy harmadába a szememnek firkantok egy kis V alakzatot, és megpróbálom szépen eldolgozni, ami egyébként meglepően jól megy. Kicsit feljebb hozom, hogy látszódjon is valami a sminkemből. És egyébként meglepő, mert az a rész, amit először oda letettem, az ott van, tehát satíroztam már egy keveset, ahogy látjátok, de az a helyén van. Egy kicsit még azért ráerősítek. Egy ilyen picikét foltosabb, mint szeretném, hogy legyen, de ha egy kicsit tovább satíroznék, akkor tökéletesen el lehetne dolgozni. És akkor előveszem a papírka szerinti crease színt, fixáló spray. Felveszem ezt a világosabb, kicsit pezsgős, amúgy kicsit nagyon minimálisan csillogós színt, és megpróbálom a belső sarokba felhelyezni. És akkor végül, de nem utolsó sorban, a highlighter színt is
felveszem, és a belső sarokba helyezem, ami egyébként fixáló spré nélkül is egészen jól helytel. Jöhet a szemhéjtus, gél állagú, ja nem, krém állagú szemhéjtus, fekete. Előveszem a csoda ecsetemet. Múltkor amúgy erről beszéltem nektek, nem tudom, hogy mennyire látjátok, hogy ilyen ecsetekkel nagyon szeretek tusvonalat húzni, úgyhogy... Na, szóval szerintem látjátok, hogy miről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy jobban kézre áll az ecset. Ez mondjuk egy vállalható tusvonal. Nem? Kész is vagyok a szemhéjtussal, és habár találkoztam már jobb állagú krém vagy gél szemhéjtussal, ez jó. Aztán van itt nekünk a következő lépésünk egy Volume Plumping maszkara. Hát ránézésre választottam ezt is, tegyük hozzá, és az alapkeféset választottam, azt se tudtam, hogy milyen fajtát választok, csak a kefét néztem, hogy a legegyszerűbbet válasszam. Úgy gondoltam, hogy azzal talán nem lehet annyira mellé nőni. Tök szépek lettek egyébként a pilláim, de melós, mire idáig eljutok, hogy tényleg ne legyen összeragadva, jó irányba álljanak, és minden hasonló apróság. Oda is odaér ez a kefe, ahova nem kellene, vagy lehet, hogy csak én vagyok béna. Jöhetnek a pilláim, úgy érzem, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor megérdemel a szemem egy kis műszempillát. Nagyon ragadnak. Igen, be fogok könnyezni, Láttátok amúgy? Tehát felvázolom a helyzetet, a lényeg annyi, nemes egyszerűséggel, hogy a szempilláim összeragadtak, mintha ragasztót kentem volna rájuk, és ezen a műszempilla sem segített. Amit mutattam nektek az előbb, hogy összeragadt, hát az totálisan nulla volt ahhoz képest, ami azután jött. Nem találtam szájceruzát, ez nem tudom, hogy az én hibám-e vagy tényleg nincsen, nem találtam. Úgyhogy szájceruza nélkül fogjuk megpróbálni ezt a cuki kis liquid matte lipsticket felhelyezni. Blushing Rose árnyalatban. Az applikátora amúgy nagyon cuki, úgyhogy és a szín is nagyon tetszik, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Nagyon száraz a szám, és most nem fogok megint felállni és valami ajakbalzsamot hozni, úgyhogy nézzétek el. Cukinak cuki az applikátor, viszont nagy. Tehát nem olyan könnyű vele kis helyekre odaférni. Viszont, ha ezektől eltekintünk, akkor egy mártással igazából kifestettem a számat, bár nem túl erős a fedése, úgyhogy jön egy második réteg. A színe nagyon tetszik, nagyon-nagyon tetszik. Annyira nem érzem, hogy szárítana, és egyébként nagyjából meg is száradt, szerintem. Tetszik. Határozottan. Úgyhogy... Jöhet a fixáló spré. Ennek is olyan kis fura szaga van, de határozottan ragad egyébként, mert rám fújódott, úgyhogy valószínű, hogy a fejemet a helyén fogja tartani. És kicsit túl agresszívan fúj, agresszíven van, de alapvetően ezzel semmi baj, és a szemhéjpúderekre nagyon-nagyon jó volt. És akkor halljuk is a végleges értékelést. Ahogy ugye ígértem nektek, itt van a kis nyuszikás neszeszerem, amikbe kerülnek azok a dolgok, amik tetszettek, amik pedig nem mások lesznek, mint a fixáló spré, a highlighter, a rúzs, adunk neki egy esélyt, a szemhéj tus mindenképpen, és ha bár azt mondtam, hogy nem tetszenek, az alapozónak és a korrektornak adunk még egy esélyt egy másik primerre. Úgyhogy ezek kerülnek bele a rutinomba, ezek biztosan itt lesznek velem. A kontúr paletta, a pirosító paletta, a szemhéjpúder paletta, a fixáló púder és a primer, valamint a szivacs és a bázis.
megcsinálták igazából a dolgukat, de nem, ezt határozottan nem, és ja, és a szempilla spirál se. Úgyhogy azokat nem biztos, hogy ajánlanám. Bár azt is elmondanám, hogy ez az én véleményem, ez az én arcomon elért eredmény, ami nekem nem biztos, hogy tetszik. Lehet, hogy nektek ez másmilyen, a szempilla spirállal biztos nem, úgyhogy ne próbáljátok ki, de ha nem hisztek nekem, akkor próbáljátok ki. És igazából ez így az összesített véleményem az Elfről, hogy nem biztos, hogy nekem bejön. Ha bármi kérdésetek van, akkor azt komment részlegbe tegyétek fel nekem. Itt most szavazzátok meg nekem, hogy szeretnétek-e kérdezfeleleket most az elkövetkezendő időben. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha nem láttátok volna még az előző videóimat, akkor azokat is nézzétek meg. Kövessetek be Instán, hogyha még nem követnétek, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Nem sokára meg vagyunk 100 000-en, úgyhogy szóljatok anyukátoknak, apukátoknak, testvéreteknek, hogy ők is iratkozzanak fel. Dobjatok egy nagy lájkot erre a videóra, és legyen csodálatos napotok, köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztetek, legyetek jók, sziasztok!